negyed óra alatt meg lehet az a két gól, ugye negyed óránként két gól, hát milyen egyszerű is a matematika. Meg mi van akkor, ha három, és Tápoly ekkorákat lő? Az első akció gólja. Most viszont vigyázni a vigyázni nem! Vigyázz Juhász Edira! Vigyázz magára meg a csapatra! Meccs előtt mondtam, hogy csak bátran álljon bele a hetesekbe, valószínűleg nem kellett ezt nekem mondani, tudja, hogy jó lesz, hogy bele kell állnia, hiszen volt azért olyan meccs, amikor nem igazán ment a hetes lövés neki. 10 másodperc még! Most egy passz, és aztán lőni kell Barján! Tápai! És egy védéssel van vége a félidőnek. Marján, jó passz, gyerünk erre, igen! Megvan megint a hat! Ez is Juhásztól indult! 17-11! Ukrakova van beállóban. Livinyi, ott van a hét! Ukrakova is sajnos kapott ebből. Afránya mindenét. Tápai, jó indítás, Kirchner kiszabadul, nem be kéne lőni! Aj, nem megy be! A lépést fújtak ugyanis Ukrakovánál. Tehát majdnem gúzsba kütötték őt. Gyetván a jobb szélről jobb kézzel az majdnem lehetetlen. És jó az indítás a törököknél, és sajnos feljönnek négyre. Vlahovics második góljával, 19-15, most nem szabad összeesni. Lányok, lehet, hogy Gyetván Csabának, Ökrös Csabának ki kell kérnie az idejét. Nyilván húzni fogják az időt a törökök, erre is számíthatunk. Összcsán, éles szögből fölé. Mi? Ájj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 
Hát tessék nézni, hát hozzá nem nyúlt. Itt legalább kettő vagy három lépést tett labda nélkül, aztán a török. És ezért még kiállítás is. Hát nem hiszem el. Özcsán, kár volt dicsérni a bírókat, és nem hiszem el, hogy ez bemegy. Aj, hát pedig meg lehetett volna a negyedik hetes is. Jaj, Istenem! Még egy csarokdobás, amit már el sem kell végezniük. Vége! Örülhetnek a törökök, és úgy örülnek, mintha megnyerték volna az EHF kupát. Tessék nézni! Hiszen végül is visszahozták ezt a történetet. Álltak már kiesésre a -7-nél.